Sorakoznak a frissen sütött hagyományos és kovászos kenyerek ebben a nyíregyházi üzemben. Az ellátásnak folyamatosnak kell lennie, még akkor is, ha egyre drágább a különböző termékek előállítása. A költségek növekedése több, egymástól különálló folyamat eredménye, az emelkedő energiaárakkal egyetemben az élesztő, a só, a margarin és a kenyér legfontosabb alapanyaga is jelentős mértékben drágult. A legnagyobb költségnövekedés, amit tapasztalt a sütőipar, a lisztbe következett be, és még fog is bekövetkezni várhatóan a malmok előjelzése alapján. Mintegy 80 forinttól 90 forint, olyan 140 forintra fog fölmenni a liszt, amit tudjuk nagyon jó, hogy egy kiló kenyérhez 70 dek a liszt kell, tehát ennek a költségnövekedése jelentősen befolyásolja majd a sütőipari termékekhez, emelve a kenyereknek az önköltségét. Ezt ugye már nem tudja kigazdálkodni a vállalkozás, és emiatt kénytelen önköltség növekedést tovább érvényesíteni az átadási árakba. A sütőüzemek költségeit jelentősen növeli még a január 1-től bevezetett minimálbér és szakmunkás bérminimum emelése. Ez a hatás ráadásul erre a szakmára hatványozottan igaz, hiszen az éjszakai műszak és a hétvégi munka folyamatos, ezek a pótlékok is emelkednek ebben az évben. A kenyér jelentősebb drágulása várhatóan már néhány hét múlva bekövetkezik, ezzel párhuzamosan pedig az árak közötti különbségek is érzékelhetőbbek lesznek. Minden vállalkozásnak más a költségnövekedése, hiszen a nagyságtól függ attól például, hogy a lisztet zsákosan szerzi be valaki, vagy pedig sílóba, tehát ez jelentősen befolyásolja a költségnövekedést. Én azt gondolom, a jellemzőbb sütőipari termékek a teljes képű zsömle és a kenyér, tehát ezeknek fog legelőször jelentkezni a költségnövekedése. Én azt gondolom, hogy ezt január vége, február elején fogja a kereskedelem kialakítani. Nem elképzelhetetlen tehát, hogy februárban és még inkább márciusban egyes üzletek már 500 forintért árulják majd a kilós kenyeret. A Pékszövetség alelnöke hozzátette, ezek a tényezők várhatóan a fogyasztói szokásokat is átalakítják. A mennyiséget a minőség válthatja fel vásárláskor. A hagyományos kenyér helyett így egyre többen választják majd a tartósabb és jobb minőségű kovászos kenyeret.